Tamás Gáspár Miklós matróz és filozófus. Miért matróz? Hát az ilyen matróz csíkos, vagy nem én is tudom. Én sem fogom megérteni a hazámat. Nem az? Nem az. Miért csak Magyarországon szokta mindenki azt mondani, hogy a csíkos pólóimra, hogy matróz? Még sehol másod nem mondta senki. Szerintem Popeye miatt, mások ismerik Popeye-t. Nem tudom, másország, lehet, hogy országból van tenger, nem tűnik. Akkor már nem mondom, hogy matematikus és humorista Farkasházi Tivadar, de mondtam, hogy remélem, te nem bántódsz meg ezen. De a matróznal szerintem téged se bántottalak meg. Horthy az egyébként nem így néz ki a matróz csíkos. Hát az vastagabb csíkok, igen. És kék és fehér, kéken. Ez meg fekete, de mindegy. Ez sötét kék, nekem. Na, majd a kedves nézők eldönti, ki a maga tévéje beállítása szerint, hogy ez milyen színű. Szóval, Horthy. Előbb Köves Lomóval beszéltem, aki ezt az egész Horthy kérdést a maga kontextusában történészként, rabbiként meglehetősen elítélő, egyszerűen megfogalmazott gondolatokkal vezette le. Aztán feltettem neki egy kérdést arra nézve, hogy Orbán Viktor, amikor arról beszél, hogy az őket, a zsidókat is védelmező magyarokkal szemben méltánytalan támadások történnek, és a zsidók nem emelik fel emiatt a szavukat, azt mondta, hogy akkor a zsidók tegyenek ezért többet. Aztán erről itt mi beszélgettünk, miközben a kedves nézők arra vártak, hogy folytassuk, és akkor Tamás Gáspár Miklós azt mondta, hogy nem kell a részletek az Orbán beszéd részleteiben elveszni. Miért nem kell? Nem számítanak? Nincs jelentésük ezeknek a mondatoknak külön-külön egyenként? Hát természetesen van jelentősük, de Horthy Miklós magasztalása az kétségkívül sértő a túlélő zsidóság számára, sértő a mindazok számára Magyarországon, akiknek a nagyszülei és a dédszülei parasztok voltak valamikor, sértő mindazok számára, akiknek a dédszüleik szervezett munkások voltak valamikor, és talán nem annyira sértő a tisztikar leszármazottai számára. Ez egy népellenes rezsim volt, amelyben a legfelsőbb osztályok és az adminisztráció és a katonaság kivételével mindenkit megvetettek. Egy olyan ország volt, amelyben pofozták a parasztokat, az ispánoktól a csendőrökig mindenki, ahol pofozták a cselédlányokat. Tessék irodalmat olvasni, tessék Kosztolányt olvasni, Móriczot olvasni, Illyést olvasni, Kassákat olvasni, mindannyian, József Attilát olvasni, mindenki tudja, mi volt a Horthy rendszer. A Horthy rendszer magasztalása az egyszerűen pimaszság a magyar néppel szemben. De mi magyarázza? Én fel vagyok háborodva, és nem tudok ilyen higgadtan beszélni, akik így elemeznek, hogy most a Jobbik szavazóit akar megnyerni. Én mélységesen megvetem ezt az embert. 436, ez nem zsidó kérdés, 436 ezer honfitársunk egy óra alatt vált füsté. Néhány tucat emberrel volt itt Eichmann, 200 ezer magyar rendőr, csendőr, köztisztviselő, vasutas vett részt ebbe a dologba, csak lassították volna, szabotáltak volna, akkor legalább a két hónap alatt végeztek velük Auschwitzba. És azzal mentegetik, ugye Kovács Zoltán, ugye nagy magyar hazafinek tartja Lázár János, aki állandóan Orbán népét akarja megnyerni magának, de Kovács Zoltán azt mondta, hogy 4 év nem karakterizálhat egy egész életpályát. Most ilyen alapon a Sztálinnál nem számít a 14 millió halott Ukrajnában, meg a 10 millió halott a csiszka a tisztogatások hatására, meg a volgamenti németeknek, meg a tatároknak a kitelepítése Szibériába, hiszen megnyert a nagy honvédő háborút, vagy akkor Hitler autópályákat hozott létre, a munkanélküliséget megszüntette. De ha így vesszük, akkor tulajdonképpen a Manson család évekig nem gyilkolt. Egy nap alatt gyilkoltak meg 5 embert, vagy ezt az abszurditást, amit Kovács Zoltán mond, ilyen alapon nem 56 Máté a nagy Imre, hiszen 62 éves korában egyszerűen végezték ki. De Tamás Gáspár Miklós most sorolta, hogy a második világháborús bűnökön kívül mennyiféle megközelítése van a Horthy rendszer bűneinek, és semmi köze nincsen a második világháború időszakához. Tehát azt én nem mondtam, csak azok a legsúlyosabb bűnök természetesen. Persze. Nem beszélve apróságokról, mint az agresszió Jugoszláviával szemben, ami háborús bűn önmagában. 100 000 halott a Donkanyarba. Nem kérték a németek, hogy menjünk ki. Na minden esetre az, hogyha valaki azt gondolja, hogy a Horthy rendszer magasztalásával népszerű lehet, az egy nagyon súlyos dolog tekintettel az egész kontextusra. Mert hogy ki az, akit meg lehet nyerni Horthy magasztalásával. Az vajon mit gondol, akinek ez jól esik? Hát ők mennek a kitörésnapi rendezvényekre. Nem, azért ennél többen vannak.
Ugye őket elsősorban az mozgatja, nagyon sok embert az mozgat ezekben az ügyekben, hogy azt gondolják, hogy külföldön, meg a külföldön jó barátságban lévő magyarországi körökben Magyarországnak és az egész magyar nemzetnek a reputációját kívánják beárnyékolni vagy bemocskolni. Lényegében nagyon sokan nem Horthy Miklósnak és szörnyű rendszerének a hívei, hanem egy tévesen értelmezett és egyébként rosszul informált képük van Magyarország és a magyar nemzet hírnevéről. Na most ugye az az igazság, hogy a magyar uralkodó osztálynak és a magyar államnak már a 19. század utolsó harmadától kéve borzalmas sajtója van. A 19. század végén már Európa és az egész világ föl volt háborodva a magyarországi politikával szemben, a nemzetiségek elnyomásával szemben. Ez a magyarországi uralkodó osztály csinálta, és Tolsztoj, aki nem szokott napi politikai ügyekbe beleszólni, Tolsztoj írt erre. Nos, azt szeretném mondani ezeknek a hallgatóknak, akiket szintén érzékenyen érint, azt úgy érzik, hogy őket valamiképpen belevonják a rendszer bűneibe és ebben rossz hírnébe, hogy ne vegyék ezt magukra. Ne vegyék ezt magukra. Az, hogy Magyarországon kevesen álltak ellen, és hogy az adminisztráció buzgón közre működött, mint általában egész Európában, hanem is talán ilyen mértékben, de azért sok helyen. Ez egy rossz rendszernek volt a következménye, amelyel kapcsolatban a személyi felelősség kérdésenként bonyolult, és utódoknak semmiképpen is személyes felelősségük. A mi felelősségünk, a most élőknek az, hogy ne legyünk olyanok, mint voltak sajnos eleink, akik beletörődtek passzívan mindenféle elnyomó rendszerek gazságaiba. És akkor jó lesz a hírnevünk. Akkor jó lesz a hírnevünk. Na, egy másik téma, nem megyünk nagyon messze ettől, de mégis Brüsszel. Eljutott oda ma a közbeszéd Brüsszelben, hogy egy román uniós biztos, annak fényében, hogy feltették neki a kérdést, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk egy miniszterelnök veje Európai Uniós pénzekkel közbeszerzést nyerne, azt válaszolta, hogy bilincsbe vinnék el, de hát tudunk olyan országot, ahol ez nincs így. És akkor egy következő passzusban vissza is kérdeztek erre, és akkor egy másik összefüggésben megnevezte ezt az államot, Magyarországot. A hírnevünkről beszéltél, meg arról, hogy milyen volt a sajtónk a 19. század végétől. Tól kezdve. Igen. De ez a mostani sajtó, ami Európában a magyar viszonyokról szól, hát ez sem sokkal jobb. Nem, ezt viszont magunkra nem. Ez kéne vennünk, ez pont nem? Olyan rossz, igen, hogyne. Na de ne vegyük magunkra. Hát ez van egy sajtó. Ez velünk történik itt, ami történik. Na jó, csak ami ezen a héten történt, kiáll ez a Némond, ez a Senkiházi, ez a Matolcsi Ádám nevű, nem tudom, és elmeséli, hogy az Oigóból mit akar csinálni. Ez a legnagyszerűbb történet, amivel alig foglalkozik az ellenzéki pártok, tehát amit a Matolcsi csinál a Polt meg a Pajak rokonaival, a unokatestvére, aki az MNB pénzéből hitelez a Matolcsi fiának, akinek egy jócska fodrászboltja volt, mellettem ott laktam, ismertem, megveszi a Balaton bútorgyárat, most milliárdokért megveszi az Oigót. Fodrászboltja volt? Valami fodrászkelékeket árult, és ez most hát kiáll... Hát megmondta, hogy a saját pénzügyi sikereinek kiáll, eredménye. Kiáll, egy média cápa, és elmondja, hogy mit akar csinálni az Oigóból, hát egyszerűen, hát talpig vasba lenne az egész banda, ott van a 260 milliárdos alapítványi történet, nem is mondom, hát ebből fényes, ez egy olyan szappanopera, amiből 10 évig meg lehetne élni, hát egyszerűen talpig vasba lenne az egész társaság Nyugat-Európában vállaló, ott mi egy nemzeti bank elnököt is. Elővesztek hát azért. Ez egy román biztos volt, akik hát idéztem. Hát tudja, ha egy, drágább szállodába megszáll, vagy egy nagyobb vázát elfogad, már fölhorkan az egész sajtó, itt meg... Amellett, hogy persze korrupció ott jó, is van, csak egészen más az érzékeny. A francia kormányból 5 embert kellett kirakni, mert korrupciós vádak voltak. De most fontos dolgot mondta, kirakni. Na igen, persze. És igen, kétségkül Magyarországon rossz egyébként hír. Egyébként jó miniszterek vannak, mert állandóan azzal védekeznek, hogy a Matolcsi remek munkát végez az MNB-be. Hát ez egy indokaló pásra? Ezt most hallom először, remek munkát. Hát állandóan leülsz Bencsi Gábor, vagy bárki azt mondja, hogy milyen nagyszerű munkát végez, és akkor nem számít, hogy... Majd, ha találkozom Bencsi Gábor, akit nem ismerek, majd megkérdezem tőle, hogy mire gondol. De minden esetre
ez báratlan fordulat, hogy kitűnő munkát végezzem ebbe. Szokták mondani. Ezt valóban. Én nem hallottam. De minden lehetséges. És bár meglepő. De, mint állítás, mindazonáltal azt kell mondanom, hogy nem a, természetesen nem a korrupció a legsúlyosabb vád a jelenlegi magyar állam, és hangsúlyozom, nem a jelenlegi magyar nép ellen, mert hát valóban korrupció kétség kívül Csádban és Maliban is van, és ettől még ugye sajnáljuk az ottani szenvedő embereket, és nem ebből ítéljük meg ezeket az országokat. A Magyarországon az a probléma, hogy a korrupció, pontosabban a királyi adományok rendszere, tehát ellenszolgáltatás nélkül a király a korona birtokokból ajándékba ad a híveinek. Ez kétségkívül a középkor patrimoniális királyságaiban általános szokás volt. Ez nem kérdéses. Kétségkívül ez már rég volt, és mondjuk szokatlan eljárás modern társadalomban, nem is találunk rá példát másút, vagy akár korábban. De az igazi probléma nem ez a külföldi sajtó számára, hanem az, hogy minden nap történik valamilyen emberi jogsértés, vagy a demokrácia valamilyen fajta sárba tiprása. Időnként 4-5 óránként. De azt azért és csinálják, hogy lophassanak szabadon, és az a foglalkozó. Ez különböző, ez nem lopás. Ez nem lopás. A királyi adományok rendszere nem lopás. Itt nem egyéni korrupcióról van szó, hanem arról, hogy fölépít magának egy politikai csoport, egy hatalmas vagyont, amelynek mondom, hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, ez teljes tévedés. Magyarországon nincs különösebben nagy korrupció, ez nem korrupció. Én még igazban Lánci Andrásnak. Na, én is tanultam, ami érdekes. De ezt nem korrupciónak hívják, ez sokkal súlyosabb, mint a királyi korrupció. Adomány. Ezt a királyi adományoknak hívják, jelesül, ez azt jelenti, hogy az állami vagyont, a közvagyont, azt az uralkodó politikai csoport a saját kollektív javára használja föl, és örökké valóvá kívánja tenni a hatalmát. És, de ők a harccal indokolják, és, hogy ez szükséges a harchoz, amit állandóan folytatunk. Ez így is van. Naponta ez egy újabb frontot nyit. Ez így is van. Ez így is van szükséges. Ez lopás. Nem a harcod, nem tévedsz. Ez ahhoz szükséges, hogy a magyar nép fölötti abszolút hatalmat megőrizhessék, és ez az, amit az egész világ kifogásol. Az abszolút hatalom egy nép fölött, amely nem áll semmilyen nyilvános ellenőrzés alatt, amelynek a modern demokratikus rendszerekbe beépített, fizetett ellenségei, mint a támogatott független sajtó, egyetem, iskola, civil társadalom hozzátartozik a dolog rendszeréhez. Ez fölháborodást kelt, mint a fölháborodást kelt bennem is, és fölháborodást kelt a szociális egyenlőtlenségnek az a mértéke, amelyet nagyon kevés társadalom viselne el. A legföltűnőbb eleme ennek az egész dolognak a csönd, a nyugalom és a béke ilyen körülmények között. Tudományos feudalizmus fognak jövőre tanítani a közszolgálati egyetemen. Na, hát ez most gyakorlatilag az, amiről Tamás Gáspár Mikról is beszélt. Csak ugye ott volt egy király, nekünk meg még hivatalosan nincs, de te már látod ezek szerint. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, elfogadtátok a meghívásunkat.